Sziasztok! Egy hét alatt 4 ország, 3 konferencia. Most megosztok veletek néhány tippet, hogy hogyan készüljetek fel. Watch out for the snakes, yeah. Watch out for the copying what I do every time. They wanna take what's mine. They busy faking and telling me lies. Now I watch out for the snakes. Na beszéljünk arról, hogy miket lehet csinálni a reptéren. A nulladik pont alap, de menj ki időben. Semmi sem rosszabb annál tud, amikor idegeskedsz, rohansz, minden nem szabad. Ha átszállással kell menned, és nagyon rövid az, hogy át kell jutnod, akkor próbálj megváltoztatni. Ha nem tudsz, akkor itt az idő a kardióra. Ha 3 óránál több a layover, tehát amit várnak kell, akkor nézz körül, hogy milyen lounge-ok vannak. Ugyanis vannak olyan lounge-ok, ahova a business class travelerek behozhatnak ingyen plusz egy ember. Ez egy nagyon jó trükk és hack, én például a Hydron mindig ezt csinálom, megvárok embereket, leszorítgatom, és aki benne van, ő pedig be fog vinni, és ingyen megkapok mindent iszonyat király helyen. A British Airways lounge-t ajánlom. De mi van akkor, amikor nem tudsz bejutni egy ilyen lounge-ba, vagy nincs értelme? Például én most ezt Varsóban veszem fel, és Varsóban olyan 10.000 forintba kerül a lounge, nincs ilyen plusz egyes bevitel, és igazából nem éri meg, nem olyan jó, nem olyan az érzése, nincs annyi kaja. Körbe mentem, és találtam ezt a nagyon király éttermet, ahol sokkal olcsóbban, jobbat, finomabbat fogok tudni kajálni, és még jobb is a hangulat. Következő. Digitális jegy. Hogy miért használj digitális jegyet? Azért, mert nincs rajta, hogy priority vagy sem. Ez igazából azt jelenti, hogy ha bőröndöt kell feladnod, vagy pedig amikor a repülőbe szállsz be, akkor előre tudsz menni elsőként, és a bőrönd feladásnál sem kell sorban állnod, mert nincs rajta a jegyen, hogy ez priority vagy sem. És ugye Budapest az egyetlen olyan reptér, hogyha drónnal akarsz repülni, akkor nem viheted magaddal fel a gép fedélzetére, hanem fel kell adni, tehát ez egy jó hely. Amúgy meg nem mindig éri meg az, hogy elsőként szálljál fel, mert ezt mindjárt elmondom a következő trükkben. De mielőtt elmondom, a budapesti reptérről még annyi, hogy legyen Mastercard hitelkártyád, ugyanis ezzel ingyen be tudsz menni a lounge-ba, ahol tudsz feltölteni vizet magadnak, kajálni is tudsz, kellemes, teljesen jó az utazás előtt egy 1/4 órát 20 percet eltölteni ott. És akkor most, hogy miért érdemes utoljára felszállni? Igazából akár elsőként, akár utoljára szállsz fel, a lényeg, hogy nézd, hogy kik hol ülnek, milyenek a helyek, ugyanis többször előfordul az, hogy te mondjuk középre zsúfolódsz be, mint most nekem Budapestről Varsóra, viszont van egy teljesen üres sor. Én igazából, amikor bemondják, mert mindig bemondják azt, hogy boarding complete, azaz mindenki felszállt, megnézem, hol van, és csak simán átülök, és most is kényelmesen tudtam dolgozni. Ennyien volt az egész hely. A repülőútra még két dolog. Hogyha hosszabb ideig mész, akkor érdemes, hogy legyen nálad valami nasi. Én például nagyon szeretem a békönt megcsomagolnak, és akkor elviszem, azt lehet így rágcsálni, főleg, hogyha mondjuk nincs annyi kaja, vagy nem olyan kaját adnak. És még egy trükk, ezt amúgy senkinek sem mondtam el. A tengeren túli hosszú útra mész, és csak ekonomin tudsz, turistán tudsz utazni. Általában a gépen van 4 olyan hely, ahol nincs előtte senki, ergo olyan extra legroomod van, hogy oda tudod rakni konkrétan a kisbőröndödet, a hátitáskádat, és szinte el tudsz feküdni rajta. Mindig így próbáljatok foglalni. És Gdanskba vagyok, na most itt van egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy nem vagyok abban biztos, hogy jönnek-e értem a reptérre, de reméljük jönnek, úgyhogy mindjárt meg is látjuk. Jöttek értem, ami milyen jó, már megvan a passzom. If you've been wondering, I'm doing fine. Made 150 in a year, I'm only 22, so don't give me your time. Back with the track and I've been moving up. Na, megnéztem gyorsan a konferenciát, és most becsekkolok a hotelbe, illetve be is csekkoltam, mint látjátok, van egy kellemes szoba, gym nincsen, viszont most már rohannom is kell, mert investor dinner van éppen, utána meg networking party. Nézzük meg, milyen az, és majd folytatok néhány tippel. Most jövök. He's going to tell you about how to actually stop annoying your coworkers to finally get shit done. Welcome on stage, Peter Shanto. Stop annoying your coworkers and get shit done. Made it, mine, and fell in line, and I came a long way, not the wrong way. Know that one day you'll be big as time. Nem váltanám le az i3-at, de azért nagyon szép. They've been telling lies, they've been telling lies.
watching how I move, watching how I move. I've been keeping track now, watch out for the snakes. Az egyik alap dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy hol, mikor kell lenned. Gondoltam, hogy ezt akkor itt az infoseren mondom el, ahol egy ilyen kis labirintusban megyek, mert annyi expo, meg minden történik itt. Nyilván, amikor utazol és több helyre kell eljutnod, repülőgépek vannak, átszállások vannak, mikor milyen határidőd van, foglalkozni kell másra, és a legnehezebb, hogy jó áron megtaláld azokat a csatlakozásokat, repülőket, minden ilyesmit. Úgyhogy ez az első, hogy ezt Skyscanneren és más ilyen oldalakon megtervezd, viszont itt van egy pro tip, mikor tervezed ezt az egészet, akkor használj egy másik gépet, vagy inkognitó módot, hogy ne menjenek fel ugye a jegyárak, mikor igazából veszed, mert szoktak csinálni ilyen trükköt. És mikor mindezt, amikor tervezed, akkor érdemes rászámolni időt. Olyan egyszerűen hangzik meg természetesnek, de rengetegszer az emberek egyszerűen nem szánnak arra elég időt, hogy ja igen, ezt megcsinálom, meghallgatom, kérek a reptérre, és idegesség. Nem szabad. Mindenre több időt szánjunk rá. És utána még kell foglalkozni azzal, hogy milyen más eventek vannak, hogy elmész konferenciára, de szoktak lenni side eventek, mikor van az, ahol olyan emberekkel találkozhatsz, vagy meg szeretnél nézni, vagy valamilyen jó kis investors dinner, vagy ilyesmi, és még a meetingek, tehát előre érdemes írni embereknek, lebeszélni, hogy találkoztok, vannak amúgy speed datingek, és hogyha már speed dating, akkor itt láthatjátok mögöttem, hogy ezeket előre le tudod szervezni, és az előadásokhoz, az induláshoz, mindenhez képes kell ezeket szépen alakítani. És ugyanúgy, ahogy ezt betervezed, az otthoni dolgok ügyintézését, a pihenést is be kell tervezni, vagy hogy el akarsz menni edzeni, de arról, hogy az otthoni dolgokat hogy lehet intézni, majd egy kicsivel később fogok beszélni. Too busy not checking. I learn my way from my lessons. I earn my way from my blessings. Don't try to come take my possessions. Mennek az emberek. Lassan már fel is tudunk szállni, és megyek Amsterdamba. Igazából csak, hogy egy ilyen vlogos rész legyen, tök jól sikerült az előadásom, reggelre sokan jöttek el, ami nekem meglepő volt. Sajnos nem tudtam maradni az egészet, ezt tökre bánom, mert ma este például egy ilyen hajókázás lesz a többi előadóval, meg befektetővel. Most viszont megyek át Amsterdamba, úgyhogy a folytatással majd ott bejelentkezem. See, now I'm a businessman. If you want a feature, you need 50 grand. I've been on my way to the top. Been on my way to a flop. I seen both sides. Y'all really thought